Itt a Szent István utcában állította meg egy rendőrjárőr a helyi férfit, akinek mindössze 3 héttel korábban vonták be a jogosítványát 6 hónapra, mert ittassan vezetett. Az igazoltatás során pillanatok alatt kiderült az újabb szabálysértés, ez pedig egy következő feljelentést vont maga után. Nem telt viszont eseménytelenül a következő nap sem a notórius közúti jogsértő számára. Másnap ismét megállította egy rendőr, valószínűleg az autója tűnt fel neki. A sofőr ezt már nem úszta meg a jogosítványa egyszerű bevonásával. Bíróság elé állt, és kis hián letöltendő szabadságvesztésre ítélték. Ben a vádlottat 2 rendbeli az eltiltás hatája alatt elkövetett járművezetés büntettében mondta ki bűnösnek, ezért halmazati büntetésül 1 év börtönre ítélte, 2,5 évi próbaidőre felfüggesztette a szabadságvesztés végrehajtását, és a járművezetéstől is eltiltotta a vádlottat további 2,5 év próbaidőre. Vagyis, ha többször is eltiltás hatája alatt vezető sofőr a következő 2,5 évben bármilyen törvénytelenséget elkövet, biztosan börtönbe kerül, és még a most kiszabott 1 évet is le kell ülnie. A szigorú büntetést egy tavaly óta érvényben levő jogszabálymódosítás miatt látta indokoltnak a bíró. A bíróság az ítéletben azért mondta ki a vádlottat bűnösnek, mert korábban már egy bírósági ítéletben ittas járművezetés miatt eltiltották a járművezetéstől, azonban a vádlott az ítélet jogerőre emelkedését követő rövid időn belül, 2 napon belül 2-szer is járműbe ült és azt vezette, annak ellenére, hogy tudott arról, hogy a bíróság tiltotta el a járművezetéstől. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a járművezetéstől eltiltás bűncselekmény tavaly óta bekerült a büntető törvénykönyvbe. Ez korábban szabálysértés volt. Ez azt jelenti, hogy ha valakit ideiglenesen eltiltanak a vezetéstől, és mégis volán mögé ül, azért börtönbüntetés is járhat. A jogalkotó szerint erre azért volt szükség, mert sokan jogosítvány nélkül okoztak balesetet. A szekszárdi ügy egyébként már jogerőre emelkedett.